Gimnáziumunk reálmunka közössége természettudományos vetélkezőt szervezett általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára. A megmérettetésre 4 iskola 13 csapata jelentkezett. A versenyt kémiai kísérletekkel színesített előadás előzte meg. Nagy Enikő, okleveles vegyész, iskolánk egykori diákra beszélt pályaválasztásáról, jelenlegi munkájáról és a természettudományok fontos szerepéről, illetve látványos kísérletekkel hozta közelebb a hallgatósághoz a kémia világát. Én már, mikor a kémiát választottam tulajdonképpen hivatásomnak, akkor tudtam, hogy szeretnék valami jót tenni, és emiatt fordultam a gyógyszerkutatás felé, hiszen azért a gyógyszerek a mai világban nagyon fontos részét képezik az életünknek, és az a célom, hogy fejlesszek egy olyan gyógyszert, ami esetleg olyan betegségre hatásos, amire eddig nem volt gyógymód, vagy pedig javítsak egy olyan gyógyszeren, aminek eddig például sok volt a mellékhatása. És tudom, hogy ehhez nagyon nagy kitartás kell, és sok kudarcot kell megélni, de én kitartok, és reménykedek benne, hogy egyszer majd sikerül. A vetélkedőn természettudományos kvíz, keresztrejtvény, puzzle és képrejtvény várta a versenyzőket. Az első és második helyet a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola csapatai szerezték meg, míg harmadik helyen a Kemenes Magasi Általános Iskola tanulói végeztek. Gratulálunk a versenyzőknek, köszönjük a felkészítő tanárok munkáját!